köszöntöm a köztér valamennyi nézőjét, ahogy arról már csütörtöki híradónkban tájékozódhattak. Rendkívüli ülést tartott Székesfehérvár képviselő testülete, ahol arról is tájékozódhattak, hogy milyen szervezeti átalakítások vannak folyamatban a Magyar Honvédségnél, és Székesfehérvár hogyan érintett ebben a témában. A honvédelmi miniszter látogatása során elmondta, a honvédségnek napjainkban újabb biztonsági kihívásokkal kell megküzdenie. Emiatt átszervezésre, megújulásra, technikai fejlesztésekre van szükség. A vezetést, az elveket, a módszereket is újítani kell. Ezért alakult meg a Magyar Honvédség parancsnoksága, amelynek székhelye nem véletlenül került Székesfehérvárra. Cserpalkovics András polgármester stratégiai jelentőségűnek értékeli a székhelyválasztást, amely a város következő évtizedeiben jelentős szerepet játszik majd. Székesfehérvár önkormányzata kérte azt, hogy miniszter úr, parancsnok úr itt a város közgyűlése előtt is mondja el, hogy milyen döntések születtek a Magyar Országgyűlésben, illetve milyen kormányzati, illetve milyen szakpolitikai döntések születtek, hiszen a Magyar Honvédség parancsnoksága és annak székhelye vonatkozásában Székesfehérvár egy kitüntetett szerepet kapott, és akár a hazai, akár a különböző nemzetközi szerepvállalások tekintetében ez a katona szerep további erősödését fogja jelenteni a város közössége szempontjából. Fontos, hogy erről ennek a folyamatnak már az elején is, és aztán nyilván folyamatosan tájékoztatni tudjuk Székesfehérvár és egész Fehér megye közösségét és közvéleményét, hiszen ez egy olyan stratégiai jelentőségű lépéssorozat, ami azt gondolom, hogy Székesfehérvár következő évtizedeit is meg fogja határozni. Először is mindenképpen fontos, hogy történelmi múltunk tekintetében is ez egy nagyon szép visszaigazolás, és nagyon szép tisztelgés elődeink történelme, elődeink katonaváros jellege és ezen tevékenysége előtt és vonatkozásában is. Másodszorban pedig azt gondolom, hogy egy óriási lehetőség Székesfehérvár jövője vonatkozásában is. És azért mondom, hogy stratégiai jelentőségű, mert meggyőződéssel vallom, valljuk, hogy miközben ez egy nagyon erős gazdasági ipari centrum, ami európai, közép-európai szinten is egy meghatározó gazdasági erő, itt most lesz mellette egy másik nagyon erős lába Székesfehérvár fejlődésének. Ennek van szerencsére múltja, van jelene, tehát van mire építkezni, és mi ezt az építkezést szeretnénk szolgálni azzal, hogy minden segítséget, támogatást, együttműködési készséget kifejeztünk, és kifejezünk miniszter úr és parancsnok úr irányába is, hiszen azt gondolom, hogy a városnak is lesz teendője és dolga ebben a következő esztendőkben megvalósuló fejlesztéseket is magában foglaló munkában és egyfajta közös gondolkodásban. Természetesen nem katona szakmai szempontból szeretne az önkormányzat véleményt formálni, hiszen erre sem felhatalmazásunk, sem ehhez szakismeretünk nincsen, viszont láthattunk olyan Európában is működő katonavárost a MÁ-ban, NATO-val összefüggésben, ahol érzékelhettük azt, hogy városként is mennyi mindent kell tudni tennünk azért, hogy a katona elvégezhesse a saját feladatát, de közben ő maga és családja is otthonként tekintsen Székesfehérvárra. És ebben már van és kell is, hogy szerepet vállaljon az önkormányzat és a város közössége is. Mi ezt a szerepet ma egy határozatban, amit a közgyűlés egyébként egyhangulag fogadott el magunkra nézve, miközben megtisztelőnek tartjuk, fel is vállaltuk, és kifejeztük, hogy akár a fejlesztések vonatkozásában, akár az itt élés vonatkozásában, amit segítséget mi meg tudunk adni, meg fogunk adni a katonai szervezeteknek, a katona embereknek és a katona családoknak egyaránt. És egy záró gondolat köszöntő végén, hogy itt vannak olyan fejlesztések a város életében, amelyek kormányzatnak is köszönhetően elindultak, mert van egy-két olyan fejlesztés, aminek az áttekintését mi magunk is fölvállaltuk, és együtt javasoltuk a közös áttekintését is, hiszen lehet itt egy-két olyan közös elemet is találni, amelyek azt gondoljuk, hogy ezekben is adott esetben megnyilvánulhatnak. Erről már a város közvéleményét korábban tájékoztattuk, ez akár a középiskolai kampuszt, akár a Feketesast, akár közlekedési kérdéseket, akár ehhez kapcsolódó fejlesztési kérdéseket is érinthetnek. Mi ehhez a szükséges szakmai anyagot miniszter úr, parancsnok úr számára átadtuk, de természetesen ez azért a következő hónapok, évek kérdése lesz, hogy ebből mikor, mi és hogyan fog tudni megvalósulni. Mi azt mindenképpen jeleztük,
hogy van több olyan folyamatban lévő beruházásunk, fejlesztésünk, ahol talán érdemes megvizsgálni a kapcsolódás lehetőségét, hiszen lehet, hogy egy fejlesztés elkezdésé előtt, vagy mondjuk folyamatában még közösen bele tudunk olyan dolgokat álmodni, ezáltal fejleszteni, amelyek korábban nyilvánvalóan nem merültek fel a városba, hiszen nem tudtuk, hogy lesz ilyen feladatunk, lesz ilyen szerepünk. Úgy gondolom, hogy ez az oktatás területén is igaz, elhangzott az egészségügy területén is igaz lehet. Nagyon fontos, azt gondolom, a helyi gazdaságra gyakorolt hatása ennek az egész lehetősége. Nyilván itt akár a helyi gazdasági szereplőket is a tekintetben jó értelembe véve bevonni. Van turisztikai jelentősége is, vagy lehet turisztikai lehetősége is. Azt gondolom, hogy ezt is érdemes, nem feltétlenül nekünk, hanem adott esetben a magánszektornak átgondolni, milyen fejlesztéseket tud ő megvalósítani. És hát ami nagyon fontos, ha családokról beszélünk, akkor lakhatási kérdésekről is beszélünk. Nyilván itt is várjuk majd azt, hogy milyen döntések születnek, és a döntések hogyan hatnak Fehérvárra, akár az ingatlan kérdésekre, vagy azon belül van-e nekünk szerepünk, feladatunk. És én egy dolgot kiemelnék, nyilván a reprezentációja is fontos egy ilyen parancsnokságnak. Nyilván ez egy óriási városmarketing értékkel, lehetőséggel is bír a mi szempontunkból, és szeretnénk, és ezt fel is ajánlottuk, hogy esetleg valahol a belvárosban is lenne ennek egyfajta megjelenése. De szeretném hangsúlyozni, hogy nyilván itt az első körös döntéseket azt nem az önkormányzat kell, hogy meghozza. Mi azt tudtuk keretként biztosítani, hogy egyrészt örülünk és megtisztelőnek tartjuk, hogy ezek a szervezeti egységek ide kerülnek Fehérvárra. Megtisztelőnek tartjuk azt, hogy ez megtörtént, és a következő években ennek megfelelően tudunk együtt dolgozni, és ebben minden együtt gondolkodást önkormányzatként is felajánlottuk. Egyébként az a határozati javaslat, ami egyhangú döntést kapott, tehát a teljes közéleti támogatottsággal bír a város testületében, azt gondolom, hogy ezt is fontos kiemelnünk, azt is kimondta, hogy a város egyrészt kész fejlesztések vonatkozásában figyelembe venni az esetleges fejlesztéseknél a katonai jellegű fejlesztések egymásra gyakorolt hatását. Másodszorban azt is kimondta, hogy a egyébként holnap beterjesztendő városi költségvetésbe, amit ugye jövő héten fog a város közülése tárgyalni reményeim szerint elfogadni, már hozzunk létre egy olyan tartalékot, amely olyan fejlesztésekhez nyújthat önkormányzati jellegű feladatként is megjelenő pénzügyi forrást, ahol előkészítő munkában, tervezési munkában, vagy majd később beruházásban a városnak lehet szerepe. Nyilván ehhez majd ismernünk kell a konkrét döntéseket, fejlesztéseket, beruházásokat. Nyilván az viszont nem az önkormányzat hatásköre és feladatköre. De ha ez majd pontosan ismerjük, akkor mondjuk egy óvodafejlesztésnél, nyilván az óvoda fenntartó, az az önkormányzat, az állami struktúrát is tekintve, az iskoláknál az állam az intézmény fenntartó, tehát itt nyilván más tárcák és az önkormányzat együttműködésére is szükség lesz. Én csak és messze menő nyitottságot láttam a kormányzati szereplők, katonai szereplők vonatkozásában, és ezért döntöttünk ma is úgy, hogy a közgyűlés bár zárt ülésen tárgyalt erről a kérdésről, de meghívjuk azokat a társadalmi, egyházi vezetőket, szervezeti vezetőket is, akik kapcsolódni fognak ezekhez a fejlesztésekhez és a mindennapi élethez is, hogy valóban ne csak egy-egy fejlesztésről, egy-egy évről beszéljünk, hanem itt évtizedeket meghatározó jó döntéseket tudjunk jó minőségben egyébként végigvinni közösen. Az új szervezet első számú vezetője a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokságának korábbi parancsnoka Koron Ferenc lett. Azon felül, hogy ugye koronázó város, és ugye lehet, hogy egy kicsit elcsépeltnek hangzik az, hogy katonaváros. Én azt gondolom, mi katonák a saját bőrünkön tudjuk azt, hogy éreztük és tudjuk azt mondani, hogy valódi katonaváros, hiszen mind a város vezetése, mind a város polgárai mindig is figyeltek, támogatták a katonákat, és hát ezen jeles alkalomból, amikor is az a terv született, hogy a Magyar Honvédség parancsnoksága és a több nemzeti hadosztály parancsnoksága is a Székesfehérváron települjünk, akkor nyilván ez egy meghatározó szempont volt. De hogy ne csak mindig a saját példámmal példálózzak, az már itt szolgáló NATO erőket integráló elem, külföldi tagja, aki befejezte itt a szolgálatát, az nem ment haza, hanem Székesfehérváron telepedett le. Tehát én azt gondolom, ékes bizonyítéka az annak, hogy igenis katonaváros és igenis befogadó város. Jelenleg azért arról sem feledkezzünk meg, hogy mintegy 1400 magyar katona szolgál itt Székesfehérváron. Minisztérium említette azokat a
katonai alakulatokat, akik itt dolgoznak, és hát a terveknek megfelelően mi ezt még növelni szeretnénk, úgy, hogy ide telepítjük a Magyar Honvédség parancsnokságát. Én azt gondolom, hogy a város lakóitól, a város polgáraitól eddig is minden szeretetet és odafigyelést megkaptunk, ugyanígy a város vezetésétől. Én ezt szeretném ezen az úton is tisztelettel önökön keresztül megköszönni minden székesfehérvári polgárnak, és talán nem tartják nagy képűségnek, ha ugyanezt kérem is a jövőre vonatkozóan a továbbiakban ide települő katonák érdekében, és hát nyilván folytatni fogjuk azt a közös munkát, amit eddig is elkezdtünk, és én biztos vagyok abban, hogy mind Székesfehérvár városa, a Székesfehérvár polgárok, mind az ide települő katonák ennek előnyét fogják élvezni. A Székesfehérváron szolgáló katonák és családtagjaik száma az új parancsnoksággal összesen 9000 főre bővül. Elhelyezésükre infrastruktúrális fejlesztések indulnak hamarosan a városban. Erről is szót ejtünk, stúdiónk vendége, Benkő Tibor honvédelmi miniszter. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Kezét csókolom. Ugye erről az átalakításról már lehetett hallani folyamatosan, 2019. január 1-ében lépett ez életbe. Miért volt erre szükség, mi indokolta ezt a döntést, miniszter úr? Hát köszönöm szépen a kérdést. Kezdhetném ott, hogy nagyon egyszerűen, hogy nagyon sok indoka és nagyon nagy szükségessége van ennek az átalakításnak. Egyik és legfontosabb indok az, hogy ami a nagyvilágban, ami Európában történik, az a biztonsági környezet, amely körülveszi hazánkat és Magyarország lakosságát is, az megköveteli, hogy más formában próbáljuk, és szükséges is megtennünk, hogy Magyarország és a magyar emberek biztonsága minél erőteljesebb legyen. Ezért fogtunk hozzá a Magyar Honvédség átalakításához. A kormány döntött ebben a kérdésben, hogy Magyarországnak egy erős, ütőképes, korszerű, modern haderővel kell rendelkeznie, olyan haderővel, honvédséggel, amely bármikor képes az ország és az ország lakosságának a biztonságát garantálni és szavatolni. Ez csak úgy valósítható meg, ha ezt a Magyar Honvédséget, amely az elmúlt években nem volt egy pátyolgatott gyereke ennek az országnak, hogy újjá kell alakítani, újjá kell szervezni, korszerű technikai eszközökkel kell ellátni, méghozzá olyan eszközökkel, amely a 21. század kihívásainak is megfelel, vagyis nem a régi elmaradást kell bepótolni, hanem a 21. századra jövőre nézve is képességet jelentő hadsereget, honvédséget kell építeni. A technikai eszközök mellett, hogy új technikai eszközöket vásárolunk, és új képességeket hozunk létre, nyilván ehhez kell a személyi állomány is, tehát egy jól felkészített, kiképzett, korszerű hadviselési elveket ismerő és jártas katonákat kell hozzátársítani, de elengedhetetlen ennek a korszerű Magyar Honvédségnek a vezetés megújítása nélküli továbblépés. Tehát a vezetést is át kell alakítani. Most a 2011 évi törvény, amely a honvédségről, a Magyar Honvédségről és a honvédelemről szól, azt változtattuk meg, azt módosítottuk, fogadta el az országgyűlés, és ennek tükrében, ennek szellemében január 1-től ezt az integrált minisztériumot, ami létezett Magyarországon, azt mi külön választottuk a politikai irányítást a katonai vezetéstől. Ez mit jelent a gyakorlatban? Mi az, ami a minisztériumhoz tartozik majd, és mi az, ami a katonai vezetéshez? Hát igen, a korábbi törvény az nagyon leegyszerűsítette a végrehajtást, mert azt mondta, hogy a honvédelmi miniszter irányít és vezeti a katonai szervezeteket a vezérkarfőnökön keresztül, de hát ez nem így van. A honvédelmi miniszternek, aki egy politikai tényező, ő neki irányítani kell. Tehát a honvédelmi minisztériumnak a további feladata az, hogy meghatározza azt az irányvonalat.
azt a feladatrendszert, amelyet elvárunk a honvédségtől, a katonáktól. A minisztériumnak a feladata az, hogy ehhez megteremtsük a feltételeket, pénzügyi feltételeket, anyagi, technikai feltételeket, ezeket biztosítsuk a katonáknak, a végrehajtóknak, és a harmadik fő feladata pedig, hogy szigorúan ellenőrizzük azt, hogy minden a meghatározott irányvonalban és tartalommal kerüljön végrehajtásra. A másik részét, ami eddig az integrált minisztériumban volt, és a vezérkar valósította meg, az pedig a katonai vezetés. Tehát ez a katonai vezetés kiválásával azt várom, és azt várjuk, hogy a Magyar Honvédség élén létrehozott Magyar Honvédség parancsnoksága, a parancsnok vezetésével, a miniszter vagy a minisztérium által meghatározott feladatokat maradéktalanul, hatékonyan, eredményesen hajtsa is végre. És ennek lesz a székhelye Székesfehérvár? Igen, ennek a parancsnokságnak a székhelye lesz Székesfehérvár, ahogy ma is mondtam a közgyűlésen, hogy a katonák fővárosa, hiszen a stratégia, műveleti szintű vezetés, katonai vezetés, az mind itt Székesfehérváron fog megvalósulni. Eddig is katonaváros volt Székesfehérvár, egy olyan katonaváros, amely szeretettel fogadta a katonákat, gondoskodott róluk, és nem csak most, hanem a múltban is, hiszen azért valamikor itt jött létre a 5. hadsereg parancsnokság is, amely az évek folyamán sok-sok elnevezést viselt, de tulajdonképpen most a teljes katonai vezetés, felső szintű vezetés itt fog megvalósulni. Természetesen marad a 43-as vezetéstámogató, híradó is vezetéstámogató ezred, marad természetesen a 93-as vegyvédelmi zászlóalj, természetesen marad az a területvédelmi ezred, amelyet tavaly hoztunk létre, és hát még több nemzeti NATO kötelékű szervezetek is. Kettő ebből már létezik itt Székesfehérvár, most a harmadikat is szeretnénk megvalósítani, az egy több nemzeti hadosztály szintű parancsnokság törzset jelent, amelynek a felállítását 2022. december 31-ével bezárólag tervezzük. Azért székesfehérváriak, akik nézik a televízió adásunkat, óhatatlanul is gondolnak az ön múltban betöltött szerepére, hiszen Fehérvár ugye katonaváros, megbecsüli általában a katonait, és hát ön is teljesített itt szolgálatot. Kellemes élményei voltak? Igen, hát valóban kétszer teljesítettem már itt szolgálatot Székesfehérvárat, először 1988-ban, bár előtte is ismert volt Fehérvár számomra, hiszen akkor 79-ben én megkezdtem hivatásos katonai pályafutásomat, akkor az volt a divat, az volt a szokás, hogy katonai szervezetek parancsnokai, akik ide tartoztak az 5. hadsereg parancsnokság alá, parancsnokok itt vették át a fiatal tiszteket és vitték a helyőrségbe. Tehát ilyen értelemben minden, nem azt mondom, hogy mindennapos bejáró voltam, de pályafutásomat ilyen értelemben a székesfehérvári parancsnokság alárendeltségében kezdtem, majd szolgáltam itt rövid időn keresztül 88-tól 90-ig, utána pedig hát 2005 végétől egészen 2010-ig, és hát azért is volt nevezetes, mert a 2007. január 1-ével létrehozott összedelen parancsnokság először parancsnok helyettese, majd parancsnoka lettem, és hát utána kerültem Budapestre. De szép emlékek kötnek Székesfehérvárhoz, a székesfehérvári emberekhez, ehhez a történelemhez, azokhoz a hagyományokhoz, amelyek akkor itt éltek, meg élnek most is. Pont ez is motivált abban, hogy szerintem itt kell ezt a katonafővárost létrehozni és erősíteni. Nyilván ez ugye számos változást vagy fejlesztést fog eredményezni. Mire számíthatnak az itt élők? Igen, pontosan tetszett fogalmazni, hiszen a parancsnokság erősítésével és majd a nemzetközi szintéren való nagyobb szerepvállalással is sok-sok minden együtt jár. Hát először is, ha ide kerül a parancsnokság, akkor itt jóval több ember fog megjelenni, katonaember a családjukkal együtt.
ha többen jelennek meg, akkor ez azt jelenti, hogy itt a lakhatási feltételeket is meg kell teremteni, tehát lakásokra lesz szükség. Ha családok élnek itt, akkor ott vannak feleségek, vannak gyerekek, tehát munkahelyre van szükség, a gyerekeknek óvodára, iskolára, elhelyezése. Ha többen laknak itt, akkor több ember fog járni a boltokba vásárolni. Ha többen vannak itt, akkor több szolgáltatást vesznek igénybe. Tehát sok-sok olyan összetevője van ennek a dolognak, amely a város számára is hasznos. Ha pedig a nemzetközi részét nézzük a dolognak, akkor a világ számos tájáról jönnek ide a NATO tagállamok közül szolgálni, akik hozzák szintén a családjukat. Ha ők itt vannak, ez már turisztikai szempontból is a városnak jelent pluszt. Ha ők itt vannak, akkor ez már a nyelvképzés, a nyelvoktatás területén is megjelenik, más kultúra is megjelenik, és hát én úgy gondolom, hogy ők akkor viszik Székesfehérvár hírét, nevét, nevezetességeit a világba vissza, amikor ők visszatérnek hazájukba. Tehát ez rendkívül sok pozitív dolgot jelent a város számára, mind gazdasági, mind kulturális, mind egyéb más szempontból. Ugye ez a tájékoztatón elhangzott, hogy nagyjából most olyan 1400-an vannak, és összességében családdal együtt lesznek majd olyan 9000-en. Igen, tehát most az itt szolgáltat teljesítő katonák száma valóban olyan 1500-re tehető, családokkal együtt ez a szám több mint 9000 főre fog bővülni. És hát én nagyon bízom abban, hogy bár lesznek majd átutazók is közöttük, de én nagyon bízom abban, hogy azzal a lakáskoncepcióval, azzal a lakhatási támogatással, amelyet mi most kifejlesztünk és megalkotunk, azzal nagyon sokan majd itt telepszenek le szolgálati idejük végén, és székesfehérvári polgárokként folytatják majd életüket, amit valahol máshol kezdtek meg az országban, máshol születtek, máshol szolgáltak, de végül majd itt lelik meg azt a helyet, ahol jól érzik magukat, mert olyan a város lakossága, hogy vonzó számukra, és ide vissza fognak térni. A biztonság kérdésére egy kicsit térjünk még vissza, hiszen azért fogalmazódtak meg olyan jellegű kérdések is, hogyha stratégiailag ilyen fontos egysége, létesítménye kerül ide a honvédségnek, akkor kell-e félni az itt élőknek? Igen, ez egy teljesen, mondjam úgy, hogy szokványos dolog, hogy az emberek fejében az fordul meg, hogy ha itt egy nagy katonai elhelyezést biztosítunk, hozunk létre, akkor ez nyilván az ellenséges fejjel gondolkodva ez egy célponttá válik. Na most, ha ilyen ellenségről beszélünk, akkor ők pontosan tudják, ha egy ország olyan helyzetben van, hogy háborús helyzetben van, akkor a katonák a legritkábban vannak azon a parancsnokságon, ahol békeidőszakban szolgáltak, tehát nem ettől válik egy város, mondjam úgy, hogy célponttá. Gondoljunk vissza a történelem folyamán, ugye a második világháború, akkor sem azért bombázták Porig Székesfehérvárt, mert itt katonai települések voltak, hanem annak sokkal másabb vonzata van az ipari, a gazdasági, a közlekedési gócpont, vagy stratégiai pont, hiszen Székesfehérvár a történelem folyamán számtalanszor, vagy talán végig stratégiai pontként jelent meg a közlekedésben, az iparban, a gazdaságban, és ha egy ilyen háborús helyzet alakul ki, akkor nem a katonai célpont miatt válik egy város célponttá, hanem sokkal az, hogy milyen közlekedési csomóponttal rendelkezik, vagy éppenséggel milyen termeléssel, milyen gazdasági folyamatokkal van kapcsolatban. Tehát ez téves felfogás, ha azt gondoljuk, hogy itt most egy katonai parancsnokság van, akkor ezzel veszélyeztetjük a lakosságot. Nem, ezzel a lakosságnak egy nagyobb biztonságot tudunk adni most békében. Talán egy olyan közeget tudunk teremteni, ahol békében, biztonságban élhetnek az emberek, mert tudják, hogy itt vannak a katonák, akikre lehet számítani, amikor meg, ha reméljük soha nem alakul ilyen helyzet,
amikor meg meg kell védeni a várost, azért van elsősorban a honvédség, hogy akkor nem a parancsnokság van itt, hanem a katonák, akik ezt a saját felkészültségeikkel, fegyvereikkel ezt meg is teszik. És ennek meg nagyon-nagyon nagy jelentősége van akkor, amikor a terület elven szerveződő katonai szervezeteket vesszük előtérbe, hiszen pont tavaly hoztuk létre ugye a 6. ezred, 6-os számot, hadrendi számot viselő ezredünket, a Sipos Gyula ezredet, és az a célunk, hogy mindig, minden körülmények között a lakosság azt érezze, hogy biztonságban van. Sőt, talán ez pontatlan megfogalmazás, és szoktam mondani, hogy az a jó, ha a lakosság nem érzi, hogy biztonságra van szüksége, mert az annyira természetes, mint a levegő, hogy az létezik és van, az a jó biztonság, de a biztonság önmagától nem teremtődik meg, tehát azért azt érezni kell, látni kell, hogy biztonságban érezhessük magunkat, ahhoz nagyon-nagyon sok embernek nagyon-nagyon sokat kell tennie. Igen, itt talán nem is annyira gondolja az ember, nem olyan rég volt kint egy delegációnk Nyugat-Balkánon, és azért ott kézzelfogható az, hogy nem kell olyan sokat autózni ahhoz, hogy érezhessük azt, hogy mi van akkor, amikor az ember nincs biztonságban. Igen, de erre csak akkor figyel fel az ember, Amikor ott van. Pontosan, amikor ott van, és néhány évvel ezelőtt még itt szolgáltam, akkor Székesfehérvár, és talán el is mondtam, hogy voltam kint a Balkánon, így karácsony tájékán, karácsony előtt, és vittünk ajándékokat karácsony alkalmából az ott élő Koszovóban, az ott élő diákoknak, koszovói diákoknak, és azt kellett mondani, hogy itt a 21. század küszöbén mi dobkályhát vittünk az ott élő gyerekeknek. És amikor bementünk az iskolába, és ránéztünk az épületre, akkor jött az első gondolat, hogy hát először be kellene üvegezni ezt az épületet. Mert addig semmit nem ér a dobkályha, amiben fával lehet tüzelni. Vagy a gyerekeknek talán cipőt kellene venni, hogy decemberben ne papucsba vagy szandárba menjenek iskolába. Meg talán a gyerekeknek tankönyvet kellene biztosítani, hogy a egymás mellett ülő három gyerek ne egy tankönyvből tanuljon. És akkor azt mondtam, hogy ez borzasztó, hogy mi történt tőlünk délre, amelyet egy mintaországnak tekintettünk mi valamikor, ugye a neves Jugoszláviát mintaországnak tekintettük, most meg ilyen körülmények alakultak ki, mert elveszítették a békét, a biztonságot. És 400, mindösszesen 400 kilométer az országunk határától. Hogy hová vezet az, ha egy ország és az ország népe elveszíti a biztonságot. Ha ott olyan csatározások alakulnak ki, olyan visszályok keletkeznek, amely a biztonságot tönkreteszi. És ezt nem szabad megengedni. És éppen ezért kell olyan erős, ütőképes magyar honvédség, hogy ezt tudja garantálni. És azért kell, hogy a térség meghatározott ereje legyen, mert a mai doktrína, a katonai doktrína is arról szól, hogy elrettentés, de mellette ott van a párbeszéd és a tárgyalás. De párbeszéddel és tárgyalással nem mindig lehet eredményt elérni, ha mögötte nincs ott az az erő, amely visszatarthat országokat, nemzeteket. Vagy éppenséggel napjainkban, amit sajnos láthatunk, az a sok-sok terrortámadás, amely ártatlan, fiatal, idős gyerekek, hölgyek, férfiak életét ontja ki, tesz tönkre, családi életeket, és a biztonságot teljes egészében felborítja. Ezeket nem szabad megengedni, és éppen ezért kell többek között az az erősítőképes magyar honvédség, amely a térségben meghatározó erőt
tud majd biztosítani. Nyilván ezekre a kihívásokra kell akkor választ adni. Ezekre a kihívásokra is, meg olyan kihívásokra, amelyekkel most csak talán úgy olvasva az újság hasábjain, nézve a televíziót, halljuk azt, hogy már megint mi történt, már megint most mi ez a kiber, mi ez a kiberművelet, mit eredményez ez? Amikor informatikából áll az életünk, az informatika révén létezünk, élünk, közlekedünk, tájékozódunk, minden mögött ott van az informatika. Na most, ha ezt az informatikát bármi és bárki veszélyezteti, és képes manipulálni, képes beavatkozni, akkor ezzel katasztrófákat lehet előidézni. Mesterséges katasztrófákat. Tehát ezekre is felkészültnek kell lenni. A Magyar Honvédségben többek között most ezért hoztuk létre szintén január 1-jel egy kiberműveleti központot. A kiberműveleti központnak a tevékenységét megkezdtük, most egy kiberakadémiát hozunk létre, ahol felkészítjük azon fiatalokat, katonákat, akik ezen a téren is képesek műveleteket elhárítani, műveleti feladatokat végrehajtani. Kicsit ugye ez még ilyen misztikusnak tűnik, hogy most micsoda számítógépek világába, meg egyéb más. Bizony, ez is ide tartozik. Akkor előre menekülnek, lehet azt mondani? Hát előre kell tekintenünk, és nem eseményeket lekövetni, hanem mindig kitalálni, mindig rájönni arra, hogy mi mindent lehetne elkövetni, és hogy ezt ne lehessen elkövetni, ezért egy lépéssel mindig előttük kell haladni, akik erre képesek és készek, hogy ellenünk valamilyen formában lépjenek. Végezetül még egy kérdést a székesfehérvári vonatkozásban. Ugye azt elhangzott, hogy több ütemben valósul meg majd ez a kvázi költözés. Mikor lesznek majd ennek látható jelei, mire számíthatnak az itt élők? Hát a Magyar Honvédségre és a katonákra mindig jellemző volt, hogy nem mindig látható, és nem mindig hallható, ha csak nem a gyakorló téren jelennek meg, és nem ott lövöldöznek, és nem ott hangoskodnak az eszközökkel, hogy azért ennek nem ez a műfaja, hogy megjöttem és itt vagyok, hanem ennek megvan a maga formája, hogy mikor és hogyan kell láthatóvá válni, mely területeken kell láthatónak lenni, és mely területek azok, amelyeket csak úgy szépen, mondjam úgy, hogy a fű alatt kell megvalósítani. Ez a változás, ez elkezdődött. És akkor azt is mondhatnám, hogy ennek az a jó vetülete, hogy nem arra figyeltek fel, hogy na most már itt akkor mozgások vannak. Nem is ez a lényeg. Ugyanakkor feltűnőség is kell hozzá, tehát meg kell jelenni, ha én itt beszéltem, hogy a városnak is milyen előnye származhat ebből, és hogy ez az együttműködés a város és a katonai vezetés között, tehát azok a társadalmi kapcsolatok. A társadalmi kapcsolatot akkor lehet nyíltá tenni és nyilvánossá, ha látható vagyok benne. Tehát ez egy ilyen kettőség, hogy van, amiben láthatónak kell lenni, van, amiben nem. Megkezdődött ez a munka. Az igazi láthatóság majd akkor érzékelhető, ha ennek az infrastruktúráját is kezdjük bővíteni és növelni. Hát ez, mi megkezdtük ennek a tervezését, és most is vannak már kisebb beruházások, de hát az elkövetkezendő nagyobb beruházások azok a következő években várhatóak. Van nekünk egy úgynevezett honvédelmi és haderőfejlesztési program, ez 2026-ig szól. Ez az Zrínyi 2026, ugye? Ez az Zrínyi 2026, honvédelmi és haderőfejlesztési program. Ennek keretében kell megvalósítani a teljes beruházást. Miniszter úr, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm a lehetőséget. Köszönöm szépen még egyszer. Nézőinknek pedig megköszönöm a figyelmüket. Köztérrel legközelebb egy hét múlva jelentkezünk majd itt a Fehérvár Televízióban. Viszontlátásra!